Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk dr. Fazekas Sándor, földügyi kormánybiztos, korábbi földművelés ügyi miniszter. Üdvözlöm miniszter urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm, én is üdvözlök minden kedves televízió nézőt. Számos aktuális politikai kérdésről tudunk beszélni. Itt van rögtön az első, hogy február 1-től Magyarország kormánya több ponton számos intézkedést hozott, és közöttük azt, hogy egyes élelmiszer árak, nyersanyag árak az októberi középi szintre fognak árban maximalizálódni. Mi ennek a háttere, hogyan érinti ez a családokat? Az energiaárak emelkedése miatt jelentős mértékben emelkedett a élelmiszerek ára és alapvető élelmiszerek ára, és itt a kormány az emberek érdekében egy nagyon hasznos döntést hozott, egy ármaximalizálás, hatósági árat állapított meg, és én bízom benne, hogy ez egy jelentős segítség. Nyilván ezeket a konkrét termékeket kell keresni a üzleteknek a polcain, de hozzátartozik, hogy voltak más döntések is, például az áfa csökkentés az alapvető élelmiszereknél. Itt azért van egy vita az ellenzékkel, meg hát igazából sok mindent vitatnak, de jobb megoldást ők se találtak ki, illetve túlzó elképzeléseik vannak. Az áfa csökkentés ugye azért volt hasznos, mert az adótartalmat csökkentette, tehát fehérítette a gazdaságot, így magyar munkahelyeket védett, és véd jelenleg is. Ez annak is köszönhető, hogy a magyar élelmiszergazdaság egy saját termelőbázissal rendelkezik, tehát belföldön meg tudjuk oldani a lakosság ellátását. És a adóknak a mérséklése, azok a legfontosabb termékköröket érintő intézkedések voltak. Nyilvánvaló, hogy valamennyi élelmiszernél, ha lehetséges, és nem is biztos, hogy érdemes mondjuk import termékeknél, tengeri halaknál, luxus termékeknél levinni az áfát, hiszen van ilyen elképzés, hogy minden élelmiszer áfája csökkenjen. A legfontosabb a döntően hazai alapellátásba tartozó cikkek áfája, illetve ármaximalizálása, és aztán kiértékelve majd az előttünk álló néhány hónapot lehet dönteni arról, hogy az intézkedések milyen formában maradjanak fenn, esetleg változzanak. Az országgyűlés elfogadta az agrárgazdaságok átadásáról szóló törvényt. Mi ennek a pontos háttere? De egy aktuális probléma az, hogy a magyar gazdatársadalomban legnagyobb részt idősebb korosztályok vannak képviselve, viszonylag kevés a fiatal termelő. És az a korosztály, aki a rendszerváltás körül kezdett el gazdálkodni, vagy vitte tovább a TSZ-es állami gazdasági területeket, az már magas életkorban van lassanként. És ahhoz, hogy ez a generációváltás a fiatalok számára, a hozzáférés a földekhez, a gazdálkodáshoz meglegyen, az idősek pedig vissza tudjanak vonulni, hiszen a mezőgazdaságban azért a nyugdíj az máshogy mozog, ott sokan dolgoznak nyugdíj mellett is, termelnek, vállalkoznak. Ahhoz, hogy át tudják adni a gazdaságaikat, ezt elősegítendő hozott az országgyűlés egy nagyon fontos törvény. Ez az őstermelőkre, és a mezőgazdasági kisvállalkozókra vonatkozik, és a lényeg az, hogy egy szerződésbe lehet, egy egyszerűsített megoldással összegezni, összevonni a gazdaság részét képező földeket, vagyoni értékű jogokat, haszonélvezeteket, például cégekben való részesedés, mondjuk egy másik KFT-be, egy feldolgozó KFT-be való részesedés, gépeket, ingóságokat, tehát mindent egy szerződésbe össze lehet vonni, és így lehet átadni a következő generációnak a gazdaságot. Ez döntően azt jelenti, hogy ha valaki a nyugdíjkorhatárt elérte, vagy esetleg 5 évvel van még előtte, át tudja adni egy nála fiatalabb, mondjuk 10 éve fiatalabb gazdálkodónak, minimum mennyivel fiatalabbnak, és így van egy átmeneti időszakra is lehetőség, hogy átvegye valaki a gazdaságot, és ez lehet egy öröklési szerződések a mintájára, vagy életjáradéki szerződések, tehát már bejáratott formuláknak a mintájára, ajándékozási szerződések is például a mintájára ez a keretszerződés, és így biztosítható az, hogy viszonylag egyszerűen tudja az idősebb generáció átadni a helyét a cégekben, az őstermelőknél a fiatalabbaknak. Ez nagyon fontos a mi vidékünkön is, itt sokan élnek mezőgazdaságból, sokan termelnek, és ahhoz, hogy a termelés folyamatos legyen, hát ilyen jogi keretek is kellenek. De természetesen kell az is, hogy az érintettek arra az elhatározásra jussanak, hogy a gazdaság átadást megkezdjék. És így én bízom benne, hogy az a folyamat, aminek eredményeként 12 év alatt a magyar mezőgazdaság alatt a termelése több mint másfélszeresére nőtt, az tud folytatódni.
Ugyan az M4-es autóútnak a munkálatai, ez az ellenzéki politikus Lukács László György olvasatában is számos kérdést vetett föl, illetőleg hozzászólást eredményezett. Mondjuk el ennek a hátterét, részletezzük pontosan. Én is láttam, hogy egy olyan kiadványban, ami ellenzéki oldalról jelent meg, abban szerepel az, hogy hát hogy halad a 4-es autópálya kiépítése. Hát én is szeretném azt, hogy a gyorsabban haladna, de azt ne felejtsük ki, hogy 3 és fél év alatt a 4-es szakaszon mintegy 120 km autópálya épült, illetve épül, most lesz átadás alatt a elkövetkező 1-2 hónapon belül a Szolnok északi elkerülő is. Tehát azért ez szerintem egy kifejezetten nagy teljesítmény. Mert nemrégiben még Üllőnél volt a 4-es, most pedig már itt van hamarosan Törökszent Miklósnál. Ez az egyik. A másik az, hogy Lukács László reklamálja ezt a dolgot, de hát azt a pénzügyi keretet, amiből a 4-es autópálya épül, ő nem szavazta meg. A költségvetést nem szavazta meg, ami ezt tartalmazza, tehát ő ellenezte. Mondhat bármit a szavazatával, ő a 4-es autópálya építése ellen szavazott. Ez a tényleges helyzet. Hasonló a Sámán Dobbal is a szituáció, ezt is minősítették az ellenzék oldaláról. Hogyan állnak a munkálatok? Mi várható az előttünk álló időszakban? Hát Lukács László György eddig inkább kifogásolta, hogy miért épül Sámán Dob, én úgy láttam, most pedig hiányolja, hogy miért nincs készen. Az első ütem elkészült, a második ütem közbeszerzése, a kivitelező kiválasztása megvolt, és hamarosan megkezdődnek a munkálatok is. Erről az önkormányzat részletes tájékoztatással tud szolgálni, de azért hozzáadhatod, a Sámán Dob is abból a magyar költségvetésből fog megépülni, a milánói pavilon újraépítése, amit Lukács László György szintén nem szavazott meg. Tehát ő ellenezte a szavazatával is ezt a beruházást. Jól tudjuk, hogy ez egy rendkívül színvonalas épület, milánói ideiglenes pavilon helyett, ami egy kiállítási pavilon, egy állandó, akár évszázadokig stabilan álló épületnek a kivitelezése a feladat. Ennek megfelelő költségekkel és határidővel is. Hogyha nincs a covidos időszak, szerintem már régen túl lennénk rajta, de így is bízom benne, hogy hamarosan láthatjuk azt, hogy ott az építkezés megindul, és Karcag egy olyan színfonttal gazdagodik, egy olyan látnivalóval és rendezvényközponttal, ami még nevezetesebbé teszi a városunkat, forgalmat jelent, idegenforgalmat jelent, és ezáltal megélhetést, bevételt is. Miniszter úr, hogyan látja ma Magyarország aktuális politikai helyzetét nem sokkal a választások előtt? Hát a táborok azok kezdenek fölállni egymással szemben. Látszik az, hogy élünk a politikai élet, és itt a tavasszal, illetve hát elkövetkező időszakban várható az, hogy köztársasági elnök választása is sor kerül. Tehát a legkülönbözőbb érvek, ellenérvek és történések zajlanak. Én optimista vagyok abból a szempontból, hogy a nemzeti oldal erős, és a magyar emberek, bízom benne, hogy értékelik azt a teljesítményt, ami az elmúlt 12 évben akként összegezhető, hogy az ország egy fejlődési pályára állt, több mint 1.100.000 új munkahely létesült, és az emberek előrébb tudtak lépni, nem csak az ország, hanem az emberek, a lakosok legnagyobb része is előrébb tudott lépni. Látszik az, hogy munkájuk van, kocsit vásároltak, újabbra cserélték, lakásokat újítottak föl, boldogulnak, tudunk haladni, és nagyon fontos, hogy ez a folyamat ez megmaradjon, hiszen olyan vezetése van az országnak, Orbán Viktor miniszterelnök úrral az élet, Varga Mihály pénzügyminiszter úr, aki a gazdasági dolgokért felel, akik tudnak az ország erőforrásaival helyesen és beosztással gazdálkodni, és ezáltal az ország az anyagi jólét irányába halad. Ezen az úton indultunk el. Jól tudjuk, hogy nem megy egyik napról a másikra. Csodavárás és ígérgetés az mindig van, de van egy olyan kormányzati kör, amely bizonyította már azt az elmúlt években, hogy a gazdasági válság körülményeiből miképpen lehet talprálni, és miképpen lehet előrébb haladni, úgyhogy az mindenkinek a javát szolgálja. Miniszter úr, köszönöm az interjút. Köszönöm. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, vigyázzanak magukra, viszontlátásra.